Ebben a bonyhádi kisboltban rendszeresen besegítenek a mindennapi feladatokban a diákok a nyári szünetben. 15 éves kortól a vakáció ideje alatt maximum egy hónapot dolgozhat a diák, 16 éves kortól viszont szülői engedéllyel akár egész nyáron át, ahogy ez a lány is. Jó dolognak tartom, mert árut töltünk föl, vásárlókkal foglalkozunk, nagyon sok új embert ismerhetünk meg munka közben. Széles a paletta a munkaerőpiacon, ahová fiatalok elmehetnek dolgozni. Vannak olyan munkák, amik előzetes tapasztalat vagy speciális elvárások nélkül betölthetőek, mint például a gyorséttermi munka vagy a kasszázás. Aki viszont a tanulmányainak, karrierterveinek megfelelő, szélesebb felelősségi körre vágyik, az különböző szakmai pozíciók közül is válogathat. A Bátaszéki Önkormányzat intézményeinél július és augusztus hónapban is foglalkoztatnak diákokat. Ranga Martin minden szünidő alatt a nyári táborban vállal munkát. Ebben a táborban már régebb óta vagyok, tulajdonképpen már kezdetek óta, és az eleinte mindig csak segítőként voltam, és most egy pár éve vagyok diákmunkásként. Ugyebár, hogy volt egy ilyen lehetőség, és akkor éltem vele, ha már úgyis itt lennék. Schrott Kinga szintén régóta megy el dolgozni a vakáció ideje alatt, azt mondja, örül, hogy lehetősége van rá. Jó, hogy a diákoknak megteremtik ezt a lehetőséget, hogy nyáron egy kis plusz zseppénzre tehetnek szert, és kicsikét belekóstolhatunk a munkavilágába, hogy milyen kötelezettségekkel jár az, hogy minden reggel 8-ra be kell jönni, van, hogy este 5-kor tudunk csak hazamenni, tehát kicsit egy ilyen belekóstolás a való világba. A Tamási Önkormányzat is minden évben foglalkoztat diákokat a nyári munkákra, erről beszélt Porga Ferenc polgármester. Mi szívesen vesszük a diákmunkások jelentkezését, hisz a nyári szabadságolások idején kisebb feladatokban, adminisztrációban, postázásban be tudnak segíteni a munkahelyeken. Legálisan csak olyan fiatal dolgozhat diákként, aki nappali tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. A munkavállalás kizárólag iskola szövetkezeten keresztül történhet, ami azért előnyös mind a munkavállalónak, mind pedig a munkáltatónak, mert az iskola szövetkezet egyfajta jogi hidat képez a felek között.